A Dobó István Vármúzeum az Egri Vár napján tartalmas időtöltést biztosított a családoknak. A dobótérről látványos felvonulással és zászlóforgatással invitálták a látogatókat az egész napos programsorozatra. Lássuk az eseményről készült összefoglalónkat. A programnak a neve Török-Magyar Csetepaté, ami ugye rendszeres volt annak idején a végeken, a végvidéken, hiszen ezek a vitézek, török-magyar vitézek, ugye szerették a virtust, szerették összemérni az erejüket, hát nem mellékesen szerettek portyázni is, és ugye ilyenkor gyakran a két portyázó csapat, a török-magyar, ugye egymásra bukkanhatott, vagy összeakadhatott, és ilyenkor nagyon gyakran párviadalra került sor, aminek ugye a lényeg az volt, hogy megmutassák, hogy tényleg ki a bajnok a végeken, de ennek nagyon gyakran prózai oka is voltak, hiszen az a fél, aki győzött, akinek sikerült foglyot ejtenie, az bizony jó váltságdíjra számíthatott, tehát ugye ez a féle ugye kieresett kiegészítés is volt a vitézek számára. Igyekeztünk meghívni az egri hagyományőrző csapatokat, így az egri félhold, az egri vilájet, illetve a hungari dzsebedzsi hagyományőrző csapatok, akik a török koros hagyományőrzők, de ugyanakkor a nánai solymos vitézek és az északi szabadhajdúk is jelen vannak, akik ugye Eger környékéről érkeztek, és hát az egri vitézlőskola, és persze az egri vár vitézei. Úgyhogy ezek azok a csapatok, akik képviselik a hadi cselekményeket, és hát most idén a Zokni csatára a Szent László vitézeit hívtuk, úgyhogy most így jól számolom, itt 8 hagyományőrző csapattal dolgozunk a mai nap folyamán. Folyamatosan zajtak a programok, egy nagyon szép és nagyon látványos felvonulással kezdtünk. A mögöttünk látható török-magyar csetepaté is többször ott előadva, voltak fegyverbemutatók, voltak ostromjáték gyerekeknek, tehát ez a Zokni csata egyik legkedveltebb program a gyerekek körében, tehát számos olyan programmal fogadtuk itt a látogatókat, ami igazi családi program. Ami még következni fog is nagyon fontos, ugye maga a koszorúzás, hiszen ugye az Egri Várnapja az arról szól, hogy ezen a napon kezdték el a török csapatok 1552-ben a visszavonulást, beismerve, hogy tulajdonképpen nem sikerült bevenni a várat, vereséget szenvedtek. Tehát itt egy koszorúzás zajlik majd 3 órától, megkoszorúzzuk Dobó István síremlékét, és ezt követően pedig 15 óra 52 perckor el fog hangzani a 1552-es lövés, de most már nem egy fegyverrel, hanem itt valamennyien, akik itt vagyunk, fegyverrel, puskával egy sortüzet fogunk leadni, ez ugyanúgy igazán látványos programelem lesz. Nagyon sokan látogattak el ide az Egri várba. Az igazság, az idő is nagyon kegyes volt hozzánk, úgyhogy gyönyörű napsütéses napra ébredtünk, és hát a felvonulásnál már lehetett látni, hogy bizony sokan fognak ellátogatni hozzánk. Én azt gondolom, hogy talán hozzájárult az is ehhez, hogy a korábbi évekhez képest egy picit nagyobb hangsúlyt fektettünk a hagyományőrző csapatok jelenlétére, a családokra, és hát a program is gyakorlatilag folyamatos itt a mai nap során, és úgy gondolom, hogy ezt meghálálja a közönség is. Hát a másik része pedig, hogy természetesen ez egy ingyenes program, az Egri Várnapja.